Mikor, hogy dől el, hogy melyik csapatnál kell szerepelned? Általában mindig pénteken szokta nekem szólni, hogy hova kell mennem. Ha a 19-be kell mennem, akkor nyilván ott kell az MB3-ba, akkor meg ott. Mindig a szakmai stáb dönti el, én igazából ugye ebben nem szólhatok bele, mindig az adott csapatnál próbálom megkihozni magamból a maximumot. Hogyan tudsz az MB3 után felkészülni lelkileg egy U-19-es bajnoki mérkőzésre? NB3 meccs után nyilván könnyebb felkészülni egy U19-es meccs, mert mégiscsak utánpótlás meccs. NB3 ban nagyobb a színvonal, 19 ben azért kicsit még lassabb a játék, de ott is vannak akadémiai csapatok, akik, akik kellene nehezebb játszani. Mert nem teszek különbséget egy u 17 es vagy egy MB3-as mérkőzés között. Minden meccsnek ugyanolyan nagy szerepet tulajdonítok, a, akár a fejlődésem életében, akár a csapatom életében. Ez mindig nehéz dolog, hogy azért csereként ott lenni a csapattal, bíztatni őket, de hát ennek is megvan az előnye, meg a hátránya, ha be kell szállni, akkor beszállok és segítek a csapatomat, meg a padon vagyok, akkor meg ott segítek. Ez teljesen egyénfüggő, minden kapus máshogy birkózik meg ezzel a dologgal. Én személy szerint, amikor cserekapus vagyok, meg tudnék őrülni ott a pálya mellett, hogy nem tudom segíteni a csapatomat, de ezt is el kell tudni fogadni, meg kell birkózni fele, és amiben csak tudom segíteni a társamat, abban segítem meg a csapatot is. Milyen a viszonyotok? Jó vagyunk kijövünk, nincs egymásra gondunk, segítünk egymásnak, amivel tudunk. Az Ádival én úgy gondolom, hogy nagyon jó a viszonyunk, mint barátilag, mint úgy, mint kollégák. Nagyszerűen megtaláljuk a közös hangot, és úgy érzem, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Jó, Jónak tartom, egy egybe van még mit, tanulni de nekem is vannak olyan dolgok, amik, amikben tudok neki segíteni, meg ő is tud nekem segíteni, így tudjuk tenni a dolgainkat. Én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon jó kapus, Mindenben nagyon erős, főleg a lábbal való játékban, én abban úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten is nagyon magas szinten van.